kicsomizók, Mimi vagyok. Nyissuk ki ezt a rózsaszín dobozt. Vajon mi lehet benne? Mindjárt megtudjuk. Úgy, le is veszem a tetejét. És félre rakom. Aszta, de jók ezek a szalagok. Nagyon szeretek ezekbe beletúrni. De mi lehet vajon benne? Ott már látok is valamit. Húha! Ez egy társas játék. Egy fekete cica van rajta, meg egy madár, egy mókus és egy egér. Jaj, de aranyos ez az egér! Max a macska, ő a fekete cica. Hűha, remélem nem fogja elkapni az egeret, meg a többi állatot. Hú, ez egy nagyon népszerű játék. Akkor biztos nagyon jó. Kooperációs társas játék. Együtt játsza mindenki. Az azt jelenti, hogy nem egymás ellen játszunk, hanem közös a játékban a célunk. 4 éves kor felett ajánlott, és 10 perc a játékidő. 1-8 ember játszhatja. És itt is ide van rajzolva, vagy kooperációs. Vagyis, hogy együtt kell játszani. Minden állatka ismer egy-egy rejtekutat. És itt van a fekete macska. Ő itt Max. Ha a zöldet dobsz, a kis állatok valamelyikje léphet, ha feketét, akkor Max. Kicsik, nagyok, kezdők, és igazi profik is mind közösen játszhatnak ezzel. Látjátok, van a játék közepén egy fa. Ezt majd nekünk kell felállítani. Méghozzá egy almafa, ha jól látom. Itt az állatok már biztonságban vannak, mármint a fa tetején. Hogyha Maxet valamilyen finomsággal odacsalogatod, akkor vissza kell mennie a sartmezőre. Olyankor nem kergeted tovább. Hú, hát ez nagyon izginek hangzik. Na ki is nyitom, nézzük meg jobban. Közben mondok egy érdekességet. Tudtátok, hogy az idei országjáték a versenyen társasjáték kicsiknek kategóriában ez a játék nyert? Hú, akkor tényleg nagyon jó lehet, de mindjárt kiderül. Onnan indul Max a macska, az a startmező, és a kisállatok pedig a fatörstől indulnak. Látjátok? A fa pedig 2 elemből áll. Úgy kell majd egymásba csúsztatni, és akkor szépen megáll középen. Na nézzük meg, mi van ezen az oldalon. Itt van lerajzolva, hogy hogyan kell a játéktáblát összerakni. Ha dupla zöld jön ki, akkor vagy ugyanazzal az állattal lép kettőt, vagy 2 különbözővel egyet-egyet. Ha mindkettő fekete, akkor Max lép 2. Ha az egyik kocka fekete, a másik zöld, ilyenkor Max egy másik állattal együtt következik. Hú, és vannak ilyen rejtekutak. Minden állatnak van egy sajátja. Viszont egy állat csak a sajátján mehet át, a másik állatoként nem. Mert azokat nem ismeri. De vigyázat, Max ismeri az összeset. Ha Max arra a mezőre lép, ahol már egy kis állat áll, akkor az ham elkapta és megette. És itt vannak a csalétkek, amikkel vissza lehet csalogatni Maxet a kosarába. És fontos az utolsó mező, hogyha ide elér Max, már nem küldhető vissza a startmezőre. És nagyon nehéz elslisztolni mellette a menedékhelyekhez. Hú, hát ez nagyon izgi lesz! Hú, és itt még van egy bónuszjáték is. Az ehhez való leírást a neten találjuk. És ez az 5 kis kártyácska ahhoz fog majd kelleni. No, de ez már csak a profiknak való. Építsük is össze a társasjátékot. Először ki kell nyomkodni a fákat és minden hozzávalót. Na, akkor kezdjük is a macska elcsalogató dolgokkal. Itt van a macska menta, a macska táp, a macska tej és a macska tál. Úgy. És akkor most kinyomom a fészket is, ide kell majd a madárnak eljutnia. És az egyik legfontosabb a fa. Alig várom már, hogy összeszerelhessem, nagyon szépen fog mutatni középen. És itt van Max a macska, ez egy kulcstartó, látjátok? Milyen menő, ez biztos, hogy felrakom a kulcsomra. Nagyon cuki. Hogy játszik? De azért remélem nem fogja megenni az egerünket, a madarunkat, meg a mókusunkat, mert akkor rossz kis cica lesz.
Itt a startmezőnk. Itt van a cicán kosara, innen fog indulni. És a farunkról pedig a kisállatok. Itt van az egérút. Itt van a mókus egérútja. És a madáré. Azt ott kinyomjuk majd. Oda fog érkezni az eger, hogyha sikerül neki. Ott meg majd a fa fog állni. Látjátok? Itt vannak a dobókockák is. És az állataink. Ugyanúgy van, mint ahogy a prospektusban volt. Lehet zöldet és feketét dobni. Mindegyik kockán van 3 darab fekete és 3 darab zöld pötty. Tehát teljesen a szerencsére van bízva, hogy ki mennyit lép. Úgy kiszedem a figurákat is. Itt van az összes. Látjátok? Itt van a madár. Jaj, de jó, hogy fából van. Nagyon szép. Itt van a mókus. Ez is nagyon aranyos. Nekem nagyon tetszik. És itt van a rettenetesen félelmetes macska, Max. És a kis egér, ő a legcukibb. Olyan kis pici. Na állítsuk is fel őket a táblára. Mindenkit a saját mezőjére. Maxet a kosarába, és a többieket pedig a fatörzsre. Úgy, mindenkit egymás mellé. Na gyere madár, te is oda. Most pedig összeállítom a fát. Látjátok, így fog majd egymásba csúszni. Úgy, na, mindjárt belemegy, és belement. És behelyezem középre. Ez nagyon szép ez a fa. Úgy megennék onnan egy almát, ha igazi lenne. És felrakom a fészket. És a mókus búvóhelyét is. Annyira jó, hogy ilyen térbeli a játéktábla. Ide rakjuk a megcsalogató kártyákat, és kezdődhet is a játék. Na dobjunk 2 dobókockával, és 2-t lép Max. 1, 2. Ajjaj, nem kezdődik túl jól. Na még egyet dobjunk. Most pedig 2 zöld. Akkor lépek egyet az egérrel, és utána a mókussal is. Egymás mellét vannak. Nyugi madár, te is utoléred majd őket. Na még egyet. Akkor egyet lépünk a madárral, és egyet pedig megszáll. Ugyanaz dobtam, mint az előbb. Most lépünk akkor az egérrel, mert az egérnek ott van az egérútja, és akkor így tud a leggyorsabban menekülni. Ez a leglogikusabb lépés, és látjátok, ott át is tud szaladni. Max is lép egyet. Na most a mókus lép egyet, és Max is. Vigyázz, Mimi! Vigyázz! Max már nagyon közel van! Ne aggódj, Kiki! Kézben tartom a dolgokat. Nyugi, Kiki! Mimi otthon van ezekben a játékokban. Jó-jó! Csak egy pillanatra bepánikoltam. Látod? Visszacsalogatjuk Maxet a kosarába. Méghozzá egy macskatáppal. Biztos, hogy visszamegy, ha ilyen finom macskatápot rakunk oda. Na jó, akkor dobjunk még egyet. 2 fekete. De jó, hogy visszacsalogattuk, különben már megette volna a madarunkat. Max olyan gyorsan fut, hogy elrohan az egér rejtek útja előtt. Akkor most lépek egyet a mókussal, és egyet a macskával. Ajjaj, ez egy egérút, most nem rohant el előtte Max. Már nagyon közel van a mókushoz, viszont az egér és a madár elé került. Menekülj, mókuska, mindjárt elkap Max. Na, lép még egyet, és a macska is. Már megint nagyon közel van. Az egérút megmentett minket. Viszont most tátott szájjal várja mind a 3 kisállatot. Akkor most lépek 2-t a madárral.
Ó, feketét dobtam. Először lép egyet az eger, és utána Max is. Ó, jaj! Az a mező, amire ha rálép, akkor nem tudjuk visszacsalogatni. Még most kell visszacsalogatnunk. Ez a macska ment a biztos visszahívja őt a kosarába. Úgy, belerakom. És vissza is megy. Jó, akkor most megúsztuk. Pedig már itt volt a fata véve. Most aztán nagy előnye van a kis állatoknak. Max szinte alig tudja utolérni őket. Már megint fekete. Kettő zöld, és akkor már a madárka biztonságba is berepül a fészkébe. Jaj, de jó. Na már csak ketten vagytok. Akkor lép egyet a cica, és egyet pedig te, Egérke. Ó, Max nagyon jön, de a két fekete miatt szerencsére kihagyja az egérutat. Még van esélyünk. Na lépj egyet, Mókuska. És te is, Max. Ajjaj, megint ott van az egér mellett. Jaj, de jó, most kettő zöldet dobtam. Egérke beelőz. Na kockáztassunk. Kettő zöld, de jó. Mindjárt biztonságba kerül a mókus is. Ez az, felmelt ő is az odujába. És az egér is közelebb került az egérlyukhoz. Már csak egy lépés választja el. Megy egyet a macska, és az egér is célhoz ért. Ez az, sikerült. Senkit nem evett meg Max, és ő is jól lakott a macska táppal. Ajaj, leesett a mókus. Na gyere ide, gyorsan visszaraklak. Ez egy szuper játék volt. Majd a többiekkel is kitaláljuk, hogy hogyan tudunk megszabadulni Max a cica elől. Sziasztok! Ha tetszett a videó, lájkoljátok és iratkozzatok fel. És írjátok meg Instán, hogy ti mentettetek-e már meg kis állatot. Pá, pá! Kicsomicsoda! Kicsomicsoda? Kommenteljetek Instán a Kicsomicsodába!